Második alkalommal rendezte meg idén a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény a Kreatív Kolléga kiállítást, amelyen a dolgozók a szabadidejükben készített kézműves tárgyakat hozzák el a Tinódi utcai Székely Intézménybe. Mindezzel egymást és az ügyfeleket is szeretnék egy kicsit motiválni az alkotásra. A tavaly évben fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy nagyon sok kreatív kollégánk van, akik gyönyörű szép munkákat szoktak évközben készíteni, és hogy jó lenne ezt bemutatni a többi munkatársnak is, akik esetleg nem is tudják, hogy milyen kincsek rejtőznek a többiek között, és így találtuk ezt a kreatív kollega kiállítást. Tehát tavaly volt először ez a kiállítás, szintén itt a Tinódi utcai Székhelyben. Jönnek a kollégák, behozták az elkészült, egész évben elkészített műveiket, és most minden kollega ide fog érkezni, és megtekinthetik, hogy a többiek mivel foglalatoskodnak. A dolgozók által kiállított tárgyak számos különböző technikával készültek. Ezúttal sok olyan van közöttük, amelyek a közelgő karácsonyhoz kötődnek. Baranyi Sarolta például adventi koszorút hozott. Az advent szerintem a ráhangolódási időszak a karácsonyra, és ez talán a legértékesebb pillanatok egyik, amikor az ember kicsit a családjának, illetve a barátainak készül. Nálunk a barátokkal minden évben az a szokás, hogy kézzel készített ajándékot is adunk egymásnak, és ezért hát délutánunként vagy szabadidőben tevékenykedtünk közösen is, illetve külön-külön is. A kiállítás megnyitójára ellátogatott Farkas Iva Erzsébet polgármester is, aki a szociális munkanapja alkalmából köszöntötte a makói ENI dolgozóit. Az intézmény munkatársainak kézműves alkotásait a Székhelyen több héten keresztül meg lehet majd tekinteni.